Mai vendégünk Domokos Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal munkahelyi központ karcagi kirendeltségének kirendeltség vezetője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm a Karcag TV nézőit. A munkahelyi központ karcagi kirendeltségének vezetőjeként augusztus 20-án az ünnepi önkormányzati ülésen Karcagváros közszolgálatáért díjat vehetett át. Gratulálunk a díjhoz. Hogyan, köszönöm szépen. Mikor értesült arról, hogy díjazásban fog részesülni, hogyan érintette mindez? Váratlanul ért a dolog. Néhány nappal azelőtt kaptam egy levelet a polgármester úrtól, amiben tájékoztatott erről is, meghívott erre az ünnepi önkormányzati ülésre. Hát az első meglepődésemen túl elsősorban azt gondolom, hogy ez egy hatalmas megtiszteltetés, mivel ezek szerint úgy gondolja a képviselő testület és a polgármester úr is, hogy tettem valamit a közszolgálat érdekében. El kell, hogy mondjam azonban, hogy ezt én elsősorban egy csapatmunkának értékelem, mindenféleképpen, ha nem állnának mögöttem ilyen felkészült és elhivatott munkatársak, akkor ezt nem kaphattam volna meg, ezt a díjat. Tehát ez nekik is szól, vagy nekik szól ez a díj, és mindenféleképpen ezúton is köszönöm a város vezetésének azt, hogy jegyző úrnak is, hogy ránk gondolt a díj átadása kapcsán. De az önkormányzat és a munkahelyi központ között jó kapcsolat van, ha jól tudom, akkor szoros együttműködésben dolgoznak. Természetesen igen, ez a kapcsolat ez elég régi keletű, hiszen már a munkahelyi központ megalakulásakor 1991-ben is jól indítottuk, illetve jó kapcsolat alakult ki a városi vezetés, illetve a munkahelyi központ között, és ez a kapcsolat csak szorosabbá vált az elmúlt időszakban, hiszen különböző munkaerőpiaci programok, és hát az utóbbi időszakban pedig a közfoglalkoztatás az, ami nagyon szorosan összeköti a két szervezetet, hiszen a város által megvalósítani szándékozó közfoglalkoztatási programokat a munkahelyi kirendeltség finanszírozásával, illetve hát a munkahelyi szervezet finanszírozásával lehet megvalósítani. De azok, akik ténylegesen végzik ezt a foglalkoztatást, az maga az önkormányzat, illetve annak intézményei, elsősorban Karcagon a városgondnokság. Említette, hogy egy jó csapat áll ön mögött. Mit kell tudnunk erről a csapatról? Hányan dolgoznak most a munkahelyi központban? Milyen ez a szervezet? Folyamatosan csökkenő létszámmal dolgoztunk. Voltunk 19-en is. Most már 14 fővel látjuk el a feladatainkat. 14 diplomás munkatársam van, valamennyien felsőfokú végzettségek és szakirányú végzettségűek. És hát az elmúlt időszakban folyamatosan ugye a közszférát érintő létszámleépítések azok minket is érintettek. Ezt akartam kérdezni, hogy mi indokolta azt, hogy kevesebben vannak, hiszen minden, lehet hallani, hogy vannak ugye munkanélküliek szép számmal. Igen, minden leépítésben érintettek voltunk tulajdonképpen, illetve gyakorlatilag ez úgy valósult meg, hogy a nyugdíjba menő eltávozó munkatársakat nem tudtuk már pótolni, és ez a 14 fő is úgy adódik, hogy 12 fő határozatlan idejű kinevezéses munkatárs dolgozik a kirendeltségen, két fő pedig különböző európai uniós projekteknek a határozott időre felvett munkatársa. Térjünk vissza önre. Milyen út vezetett odáig, hogy megkapja ezt a Karcag közszolgálatáért díjat? Hogyan indult a pályája? Hát a pályám az teljesen más irányban kezdődött. Én 1990-ben végeztem Kaposvárot, állattenyésztő üzemmérnök az eredeti szakmám, az is a halászatra szakosodva. A diplomamunkámat a süllői vadék felneveléséből írtam, szóval egészen eltérő területről érkeztem. De ez mint hobbi megmaradt, nem? Ez megmaradt abszolút mértékben, az érdeklődés is. Azonban, amikor 1990-ben végeztem, és sorkatonai szolgálatot is 91-ben befejeztem, akkor történt éppen a termelő szövetkezeteknek a széthullása, és olyan mértékű volt ugye a munkanélküliség emelkedése, hogy nagyon nagy presztízzel és szakértelemmel rendelkező mezőgazdasági szakemberek kerültek az utcára. Tehát egy pályakezdő mezőgazdászként szinte esélyem nem volt arra, hogy elhelyezkedjek a mezőgazdaságban. Próbálkoztam egyébként, tehát több hónapot töltöttem álláskereséssel, de abban a
abban az időben ez reménytelen volt, és hát egy néhány hetes munkanélküliség után a munkahelyi központ kirendeltségéről keresett meg az akkori kirendeltségvezető, Fazekas Sándorné, azzal, hogy felvesznek 3 diplomást, létszámbővítés volt akkor a munkahelyi szervezetben, éppen a drasztikusan hirtelen emelkedő munkanélküliség miatt, és az egyik személy tekintetében rám gondoltak. Már akkor elmondta, hogy ezt úgy vállaljam el, ezt a munkát, hogyha át tudok nyergelni egy teljesen más területre, és hogyha vállalom azt, hogy nagyon erős önképzéssel felveszem azt a ritmust, amit ott kell, illetve valószínűleg majd újabb tanulmányokat kell folytatni. És akkor ezt el is vállaltam, ezt a munkalehetőséget. Sokat gondolkozott ezen, vagy? Nem sokat, mert nem sok választásom volt, dolgozni mindenféleképpen szerettem volna, tehát az állapot, amiben akkor voltam, az mindenféleképpen tarthatatlan lett volna hosszú távon, már a munkanélküliség állapota. Annyi hasznom volt ebből az időszakból, hogy a munkanélküliek szemével is meg tudom mai napig ítélni a helyzetet. Tehát akkor, amikor bejön hozzánk egy munkanélküli személy, akkor még most is tudom, hogy milyen érzések vannak benne, illetve mit vár el egy olyan közszolgáltató szervezettől, mint a munkahelyi kirendeltség. Úgyhogy erre jó volt ez az időszak, de szerencsére ez néhány hónapnál nem tartott tovább, és azt követően pedig elkezdtem dolgozni a munkahelyi központ kirendeltségén. Nem volt könnyű, hát abban az időben hatalmas méreteket öltött a munkanélküliség, itt Karcagvárosban, de a illetékességi területünkön pedig mindenféleképpen. És akkor mint munkáltatói kapcsolattartó kezdtem, tehát elsősorban a cégekkel tartottam a kapcsolatot, de ügyfélfogadóként is dolgoztam. Itt tulajdonképpen minden olyan munkaterületbe belekóstoltam, nem is rövid ideig, hanem évekig, amelyekre később vezetőként nagy szükségem volt, hogy irányítani tudjam a munkatársaim munkavégzését. És ez az időszak 96-ig tartott, 96-ban munkavállalási tanácsadó szakmát kellett szereznem. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemnek volt egy ilyen szaka, vagy van is egy ilyen szaka, azt hiszem mai napig, és ez már egy szakmába vágó terület volt, ezt elvégeztem, és ezt követően már mint szolgáltatási csoport vezetőként irányítottam azokat, akik közvetítéssel, munkáltatókkal való kapcsolattartással foglalkozó kollégáim. És akkor volt még egy diplomaszerzés, nem azért, mert erre már annyira vágyakoztam volna, 2005-ben beiskolázott a munkáltatóm a Corvinus Egyetemre, az pedig egy személyi szakértő szakmát adott. Itt a szakmai ismereteken túl, amire nagyon nagy szükségem volt, hiszen ez akkori viszonylattal élve azért már korszerű közgazdaságtant oktatott, elsődleges haszna számomra az volt, hogy ez a diplomaszerzés kényszerített rá arra, hogy a középfokú angol nyelvvizsgát megszerezzem, mert valószínűleg, hogy saját erőből, motivációból ez nem biztos, hogy összejött volna. Itt, mivel rá voltam arra kényszerítve, hogy a diploma osztásig tulajdonképpen meglegyen ez a nyelvvizsga, ezért itt gőzerővel be kellett indulni a nyelvtanulásban. Úgyhogy szerencsére ez mint plusz hozadék jelentkezett ebből az időszakból. Mióta vezeti a munkahelyi központot? 1999. februárja óta. Dr. Vince Imre volt az elődöm, aki a munkahelyi központ igazgató helyettesi feladatait kapta, és így megüresedett a helye, és így a munkahelyi központ vezetése arra gondolt, hogy itt a karcagi kirendeltséget tudom vezetni. Tehát ennek már 13 éve, és elég kemény időszak áll mögöttünk. Több szervezetváltáson mentünk keresztül, ami mind-mind olyan erőfeszítéseket igényeltek a munkatársaimtól, tőlem is, ami azért próbára tett bennünket, főleg ilyen alacsony létszámmal. A munkahelyi központnál, akik ott dolgoznak, milyen speciális tudásra, képességekre van szükség, hogy gyakorlatilag el tudják látni a munkájukat? Ugye említette, hogy akik oda mennek, tehát akik elvesztik az állásukat, ők általában milyen hangulatban vannak, vagy hogy lehet őket segíteni, kezelni ezt a helyzetet? Hát az első szakasz, amivel a munkanélküli megérkezik hozzánk, az általában még az a szakasz, amikor
amikor sokként érte a munkaviszony elvesztése. Na most ebben az időszakban, a munkaviszony megszűnését követő néhány napos időszakban rendkívül érzékeny az ember. Tehát ennek figyelembevételével kell fogadni. Tehát azt szoktam mondani a munkatársaimnak is, hogy azon felül, hogy szakértelemmel kell ellátni az ügyfélfogadást és minden jogszabálynak megfelelni, azon kívül figyelembe kell venni a hozzánk érkező személyeknek az érzékenységét. Ezt eltérően élik meg az emberek. Van, aki magába zárkózik és alig tud megnyílni. Van, aki felháborodottan veszi ezt tudomásul, és adott esetben előfordulhat, hogy az ügyfélszolgálat munkatársain vezeti le esetleg az indulatokat. Ennek megfelelően egy gyakorlott ügyintézőnek reagálni kell, és azonnal megérteni azt, hogy milyen helyzetben van az ügyfél, milyen módon kell hozzá közelíteni. Ez rendkívül fontos, és ez van, akiben automatikusan jelen van, van, akinek ezt meg kell tanulnia. Tehát a fiataloknak a betanítása, néhány kollégám egészen fiatal, és a hozzánk érkező munkatársakat általában a helyettesem, akit egyébként név szerint is szeretnék megemlíteni, mert rendkívül sokat köszönhetek neki, Kovács Zsoltról van szó, vagy ő tanítja be, vagy én, de inkább ő vállal ebben nagyobb szerepet, és rendkívül fontos az, hogy ez egy új ügyintézőt is milyen benyomás ér az első 5-6 hónapban. Kitől tanul, milyen szemléletet tanul, hogyan viszonyuljunk az ügyfelekhez. Ez nagyon-nagyon fontos, megítélésünk alapvetően ettől is függ. Az is nagyon lényeges, hogy az információs pultban kiül. Rendkívül kulcsfontosságú szerepnek tartom azt, hogy az, akivel először találkozik az ügyfél, az milyen benyomást tesz magára az ügyfélre. Fontos, hogy szakszerűen tájékoztassa, fontos, hogy empatikusan álljon hozzá. Aztán majd bekerül ahhoz a szakügyintézőhöz, aki foglalkozik az ügyével, de az első benyomás rendkívül fontos. Igyekszünk ennek megfelelni. A közelmúltban a munkahelyi központ a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal fennhatósága alá került, vagy nem tudom, hogy lehet ezt így jól megfogalmazni. Mi indokolt ezt a döntést, és mikor történt ez a csatlakozás, beolvadás? Hát az Észak-Alföldi Regionális Munkahelyi Központ a utolsó előtti állapotunk, és 2011. október 1-jel kerültünk át a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal munkahelyi központjához. Mi örültünk ennek a változásnak, ugye az Észak-Alföldi Regionális Munkahelyi Központ 3 megyét foglalt össze, tehát egy csapat voltunk, ennek voltak előnyei is ennek az időszaknak. Ráláttunk más megyék működésére is, azonban úgy látták a vezetők is, hogy megyei szinten hatékonyabban tud működni ez a szervezet, és így sok más szakigazgatási szervvel együtt, a munkahelyi központ ugyan kicsit később, mert a legtöbb szakigazgatási szerv 2011. január 1-től átkerült, munkahelyi szervezet azonban 2011. október 1-től. Tehát a hatékonyabb működés és az olcsóbb állam tulajdonképpen azt gondolom, ami ezt leginkább indokolta, és október 1 óta így működünk jelenleg is megyei szervezetben, így már akkor kisebb létszámmal, de talán jobban oda lehet ránk is figyelni, mi pedig az ügyfelekre. Lesz-e még változás esetleg? Hát a járások indulása az, amit mindenki izgatottan vár. Erről azonban pontos információim nincsenek, illetve hát olyanok, amiket el tudnék mondani, de a munkahelyi szervezetet is és a mi kirendeltségünket is érinteni fogja ez. A város nagy figyelemmel kísérte azt az építkezést, amelyben új épületet kaptak. Mi indokolta azt, hogy egy gyönyörű új épületet építsenek a munkahelyi központnak? Hát ezt a szükség indokolta, aki járt a régi Madarasi út 27 szám alatt, az nagyon jól tudja, hogy milyen állapotban volt az az épület. Annak idején a Nagykunsági Építőipari Szövetkezettől vásárolta a munkahelyi központ azt az épületet. Nagyon rossz állapotba került az elmúlt időszakban, olyannyira, hogy már a biztonságos ügyfélfogadás veszélyeztette. Egy közintézmény nem működhet úgy, hogy bármikor megrogyhat a tetőszerkezet, vagy akár a falak is, és egy statikai vizsgálat készült 2008-ban, azt hiszem, amikor megállapították, hogy bontani kell az épületet. Tehát nem lehet javítani,
egy része vályog volt, az megrogyva, bevizesedve, mindenféleképpen a szükség hozta ezt, és szerencsére 2008-ban el tudott kezdődni egy olyan építkezés, amit 2009 a tervezés, és 2009 évelején elkezdve, 2009 decemberében már átadásra került ez a több mint 500 négyzetméteres épület, aminek különösen jó tulajdonsága, hogy kifejezetten ügyfélfogadás céljára épült. Elégedettek-e vele? Belakták-e már rendesen? Mi abszolút mértékben, de az ügyfelek is, hiszen több tízezer ügyfél járt már összesen ugye a folyamatos jelentkezésekkel ezen a kirendeltségen. És ami nagyon kellemes meglepetésünk volt, hogy jobban vigyáznak az ügyfeleink erre az épületre, mint a régire. Tehát valamiért az, hogy szép környezetben tudjuk őket fogadni, így mindenkit arra inspirál, hogy vigyázzon arra az épületre. Minimális volt a rongálódás, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jól üzemel az épület, nagyon-nagyon szeretjük, és szerintem az ügyfelek is. Az illetékességi területükhöz tartozó településeken milyen most a munkanélküliségi ráta? Tud-e számadatokkal szolgálni nekünk? Igen, hát a legjobb helyzet Berekfürdőn van. A mi illetékességi területünk köz 4 település, Berekfürdő, Karcakó, Madaras és Kisújszállás tartozik. Berekfürdőn 32 fő munkanélkülivel azt gondolom, hogy az első közt van az országban ilyen szempontból. Örülnénk, ha minden településen ez lenne. Karcagon most augusztus 20-ai adatokat tudok mondani, 1900 fő volt a munkanélküliek száma. Ez valamivel 13% fölötti rátának felel meg. És hát a legrosszabb a helyzet sajnos Kunmadarason, ahol 24% fölötti ez a területi mutatónak nevezett viszonyszám. Kisújszálláson a kettő között van ez a mutató. Hát Kunmadaras egyébként is speciális helyzetben van, tehát nagyon kevés a munkahely, gyakorlatilag csak az önkormányzat. Karcagon jóval több vállalkozás működik, tartjuk is, több száz olyan vállalkozás van, akit nyilván tartunk, és közülük 100-150 vállalkozással pedig olyan intenzív a kapcsolatunk, ami majd, hogy nem napinak mondható. Éppen ma van egy munkáltatói fórumunk egyébként, ahol meg vannak hívva a vállalkozások, és ezen részt lehet venni, tájékoztatjuk őket a különböző lehetőségekről, jogszabályváltozásokról, támogatási lehetőségekről, minden aktualitásról. Az elmúlt időszakban nőtte ez a munkanélküliségi ráta, vagy csökkente, vagy inkább stagnál? Hát a válság az egyértelmű növekedést eredményezett, ez 2008. szeptemberitől kezdve folyamatos növekedés volt tapasztalható, azonban már ebben az évben látszik az, hogy valamilyen módon csökken a létszám, ha viszonylag kis mértékben is. 4000 fölötti számmal indítottunk, 3600-nál tartunk, és azt reméljük, hogy a téli beáramlás nem fogja elérni a tavalyi időszaknak a beáramlását, illetve nem fogjuk elérni azt a magas mutatót. Úgyhogy bizakodóak vagyunk, különösen a tekintetben, hogy új beruházások látszanak a Karcagvárosban is, illetve a környéken is, és hát az lenne a jó, hogyha azt a réteget tudnák felszívni ezek a beruházások, amelyek alacsony iskolai végzettséggel, 8 általános végzettséggel rendelkeznek, betanított munkát tudnak vállalni, tehát az előzetes jelek azt mutatják, hogy éppen ennek a rétegnek lesz most egy kicsit könnyebb elhelyezkedni. Ha valaki elveszíti az állását és bemegy önökhöz a munkahelyi központba, akkor ott milyen procedúrákon kell keresztül esnie, illetve milyen lehetőségei vannak? Nyilván. Tehát hogyan zajlik, aki elveszti az állását? Igen, tehát a munkaviszony megszűnését követően nyilvántartásba vesszük, ha megfelel a feltételeknek, és ezt követően pedig amennyiben megfelelő jogosultsággal rendelkezik, tehát a munkaviszony megfelelő számú munkaviszony nappal, abban az esetben álláskeresési járadékot kap, amennyiben nem, akkor pedig az önkormányzati segély, most foglalkoztatás helyettesítő támogatás.
jöhet szóba. Ennek azonban külön speciális feltételei vannak. Elég terjedelmes jogszabályok szólnak erről, nem mennék bele ezeknek az ismertetésébe, de lényeg az, hogy valamennyi, tehát az önkormányzati típusú segélyezési rendszer munkahelyi központtal való együttműködésre épül. Tehát ott is, ha valaki munkaviszony nélkül jön be hozzánk, abban az esetben is egy év együttműködést, illetve különböző gyerszgyed, gyermeknevelési támogatás, terhességi gyermekágyi segéd követően pedig csupán 3 hónap együttműködés szükséges ahhoz, hogy önkormányzati segéd kapjon. Tehát van megoldás akkor is, csak valószínűleg akkor nem azonnal. Vannak-e tanfolyami átképzési lehetőségek? Vannak ebben az évben elsősorban az Európai Uniós forrásokból tudtunk ezekre biztosítani megfelelő pénzeszközöket. A TÁMOP 1-1-2 program keretén belül indultak tanfolyamok. Elég sok tanfolyam indult, ami az utóbbi éveknek a változása vagy módosulása az az, hogy viszonylag kevesebb tanfolyamot szervezünk helyben. Ennek nem kényelmi okai vannak, mi nagyon örültünk akkor, amikor Karcagon még 10-13 tanfolyam volt egy évben, hanem az, hogy most már nem jelentkezik olyan munkaerőigény egy-egy munkáltatótól, ami lehetővé teszi azt, hogy egy tanfolyam végzős hallgatóit elhelyezzük mondjuk Karcag körzetében. Tehát nem képezhetünk ki 16 szakácsot, mert 16 szakácsot nem tudunk elhelyezni. Ezért általában megyei szervezésű tanfolyamokra juttatunk be tanfolyamonként 2-3-4-5 embert, attól függően, hogy az itteni munkaerőpiacnak mire van szüksége. Tehát értelmetlen lenne egész tanfolyamokat szervezni. Felénk abszolút elvárás az, hogy csak olyan tanfolyamokra tegyünk javaslatot, amire munkaerőpiaci kereslet van. Tehát ez soha nem hasraütésszerűen történik, régebben se volt így. Minden esetben valós munkaerőpiaci igények. Előfordul, hogy valaki nem tud elhelyezkedni a tanfolyam után azonnal, de reményeink szerint néhány hónap múlva már igen. 60-70%-os elhelyezkedés a tanfolyam végzését követően az alapvető elvárás. Magunkkal szembe is, meg felénk is. Mi a statisztikájuk, a felső, középfokú vagy a szakmunkásokat könnyebb elhelyezni? Hát a munkahelyi központhoz alapvetően leginkább fizikai jellegű munkaerőgények érkeznek. Tehát a munkáltatók úgy gondolják, van is ebben egyébként ráció, hogy azok a közép és felső vezetők, amelyek általában ugye diplomát igényelnek, az nem mindig a munkanélküliek köréből találhatók meg, vagy nem mindig ott keresgélnek első körben, hanem első körben informális csatornákon, illetve újsághirdetésen egyéb módon próbálják betölteni. És úgy alakult az elmúlt években, évtizedekben, hogy elsősorban a fizikai, illetve a viszonylag könnyebben betölthető szellemi foglalkozások azok, amelyek felénk jelentkeznek munkaerőigényként. Hát legnagyobb tömegben egyébként a segédmunkások iránt van kereslet, de ennek az az oka, hogy a közfoglalkoztatás ugyanálunk jelentkezik 100%-ban, illetve a különböző szakmunkások, elsősorban a vasas szakmunkások azokat, akiket könnyű elhelyezni, mindig nagy kereslet van, CNC esztergályosok, forgácsolók, lakatosok iránt. De ezek mind magyarországi állások, vagy külföldre is segítenek? Nem, külföldre is, hegesztőket keresnek külföldre. Általában hozzánk azok a munkaerőigények érnek el, amelyek magyar munkáltatók, de esetleg külföldön dolgoztatnak. Teljesen más rendszeren átműködik, keresztül működik a külföldi munkáltatóknak a foglalkoztatása, amikor maga a munkáltató is külföldi. De ez a jellemző, hogy magyar vállalkozó külföldön dolgoztat, és így keresnek nálunk hegesztőket, CNC forgácsokat is, akiket felsoroltam. Nagyon érdekes egyébként, hogy a képzések tekintetében gyakran teljesen eltér az ügyfelek igénye és a munkáltatók igénye. Ha most indítanánk, nem akarunk indítani, de ha indítanánk egy vegyesbolti eladónak megfelelő új OK és szakmát, tehát egy eladó szakmára való képzést, rengeteg jelentkező lenne. Rengeteg jelentkező van szociális gondozó, gyermekgondozó állásokra. De ez mi indokolja, hogy ennyi jelentkeznek? Vannak népszerű szakmák, amelyekre tömegesen jelentkeznek. A munkáltató igények azonban nem biztos, hogy gyermekgondozó iránt egyébként előfordul, tehát olyan indult a megyében egyébként,
lehet, hogy nem a legjobb példát hoztam föl, de például a különböző eladó szakmák iránt rengeteg jelentkező lenne, munkáltatói kereslet viszont minimális. Azonban, ha indítani akarunk egy forgácsoló szakmára való képzést, esztergályos képzést, nem tudjuk feltölteni, holott a munkáltatóknak meg lenne igénye. Nekünk mind a kettőt figyelni kell. Én azt gondolom, hogy bár a jogszabály arra kötelezi az álláskeresőket, hogy el kell fogadni a képzési lehetőséget is. Ha mi felajánlunk egy képzési lehetőséget, köteles elfogadni. Gyakorlati megvalósítása azért nehéz, mert erőszakkal képzésre kötelezni valakit, és úgy végeztetni el vele egy szakmát, hogy semmi kedve hozzá, szerintem kevésbé hatékony. Tehát elsősorban azzal igyekszünk feltölteni, azokkal a személyekkel, akik kellőképpen motiváltak. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, további jó munkát kívánunk, és csökkenő ügyfélszámot. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.